Vannak fájdalmas, vannak tanulságos vereségek, és vannak olyanok, amelyre azt mondja az ember, hogy a legjobb gyorsan elfelejteni. Ez a mostani, ez melyik kategóriába tartozik? Mindegyikbe. Nagyon rosszul kezdtem, azt gondolom, hogy a szokásos izgalom az bennem volt a meccs elején, és utána, amikor tényleg elkezdtem kicsit lazábban játszani, meg jobban élveztem a játékot, utána rögtön meg is tudtam nyerni a második szettet, aztán a döntőszettet egy nagyon buta szervagémmel kezdtem, ami végül is utólag azt mondom, hogy a meccsembe is került, bár utána visszaküzdöttem magam, és nagyon-nagyon sok, vagy nem tudom, 2-3, hát az nem sok, de a meccslabdát hárítva azért bennmaradtam a meccsbe, vissza tudtam brékelni, utána azt gondolom, hogy végig én játszottam jobban, nekem voltak jobb lehetőségeim, nekem volt bréklabdám, neki talán egy volt a 5-5-5 követően, és utána nem tudom, ez az utolsó két game, ez fájdalmas, hogy pontot se tudtam nyerni. Azt gondolom, hogy fizikailag bőven fölött álltam, én még bírtam volna akármennyit, ő már nagyon a végét húzta, de hát az utolsó pár gémet talán nem úgy játszottam meg, ahogy kellett volna. Kétszer is úgy tűnt, hogy nálad van a lélektani előny, egyszer, amikor megnyerted a második szettet, és aztán, amikor a döntőjátszmában följöttél 5-5-re meccslabdákat hárítva. Szerinted ott miért nem sikerült egy pillanat alatt befejezned mondjuk 7-5-re? Hát ott 5-5-nél csinált egy rettenetesen jó szervagémet, nagyon sok első szervát beütött, ezt tartotta végül is életbe a játékát a döntőszedbe. Utána volt az a szervagém, ahol 2-2-st ütött, ott el is jutottam bréklabdáig, és ott egy ilyen hihetetlen, hát majdnem azt mondom, hogy véletlen kickszervát ütött, amit végül is elrontottam, de azt gondolom, hogy a maximumot így próbáltam, illetve ki is hoztam lelkileg magamból, úgyhogy ilyen téren talán egy kicsit elégedett vagyok magammal. Ez erőt ad, butaság ilyet mondani egy vereség után, de abban a tekintetben, hogy augusztus óta nem tudtál egyéni meccset nyerni, de most meg ennyire közel voltál, vagy ez még mélyebbre taszít? Hát erre nem is gondoltam, nem tudom. Nyilván mindenkinek van a karrierje során mélypont. Gondolom most én is ott vagyok, ettől függetlenül azt gondolom, hogy jó úton haladok. Az elmúlt 2 hónapot nagyon jó tenisszel töltöttem. Egyszer még a versenyen nem tudom azt a formámat hozni, amit szeretnék, és ez most már ezen a szinten sajnos kevés. Tehát még ilyen, tehát hogyha pozitívan nézem, akkor azt mondom, hogy igen, ez mindenképp biztató, hogy még mindig nem jó játékkal is ilyen meccseket játszok, és csak döntőszett 11-9-re kapok ki valakitől, viszont negatívum, hogy hát még nem tudom azt a játékot játszani, amit szeretnék. De arra egyelőre nem tud a választ. Hát dehogy nem, még más játékosok csak fölmennek a pár és játszanak, addig nekem nagyon sok minden jár a fejembe, és ezt valahogy ki kell nőnöm, nem szabad semmire gondolni, csak a játékra. De mi jár a fejedbe, mondja egy dolgot? Nem tudom élvezni a játékot, nagyon görcsösen játszok még mindig, nagyon a győzelemért, és a vereség ellen hajtok, bármi, hát sorolhatnám, nálunk Magyarországon nem a legjobb lehetőségek között edzünk sajnos, és nekünk minden apró kis mozzanatot úgy érzem, vagy hát én úgy érzem, hogy ki kell használnom, különben nem biztos, hogy lesz egy újabb lehetőség. Még mondjuk az épp az ellenfelem, ő 13 szabadkártya, a főtáblási Grand Slam szabadkártya után nyerte az első meccsét, úgyhogy itt azért vannak nagy különbségek, ő is csak fölmegy a pára és játszik, neki semmi tét nincsen, már most megvan az életében annyi bármi, amit akar, nekem még nagyon sok mindenért meg kell küzdenem, úgyhogy főleg magammal ilyen szempontból. Ez akár erőt is adhatna. Hát egész életembe adott, úgyhogy hát egész életembe végül is így játszottam, hogy nagy nyomás volt, illetve a család részéről persze nagy áldozat, meg nagyon sok ember részéről, és hát végül is eljutottam egy szintig, most megint lépni kell egyet ilyen szempontból, és megint élvezette játszani. Nem akarom a hátadat, illetve a válladat nyomó puttony terhét növelni, de most még egy ennél is nehezebb időszak következik az életedben, hiszen februárban rengeteg pontot kell megvédened majd.
Hát lehet, hogy még ez most a jobbik időszak lesz, hogy egy kicsit így le is esik a vállamról a teher, és utána újra megkezdhetem a szabad játékot, amilyen második fél évet produkáltam, azt körülbelül törött lábbal is tudom produkálni, úgyhogy pont ezt beszéltük apával a meccset, hogy csak élvezem, hogy itt vagyok, ne gondoljak semmire, mert a második fél évben bármi van, tényleg, ha most nem edzek fél évig, és csak elmegyek a versenyekre, akkor is pont ugyanúgy fogok szerepelni, mint ahogy tavaly szerepeltem. Úgyhogy ez mindenképp erőt ad, hogy most lesz egy ilyen nehezebb szakasz, és utána az egy hónap után viszont lesz egy 10 hónapos szakasz, amikor tulajdonképpen semmi dolgom nem lesz, csak próbálni meccseket nyerni. Most a könnyeiddel küzdködsz, de még lehet, hogy azért fogsz itt mosolyogni Melbourne-ben, hiszen a párosban bármi lehet. Hát, igen. Hát, még mindig azért elég sokat sírok meccs után, úgyhogy ez se könnyű elfelejteni, de igen, a párosban bízok. Szerintem Lóra is nagyon jól játszik, nekem is párosban mindig jobban szokott menni, ettől függetlenül most már egyénibe is folyamatosan jobban játszok, úgyhogy azért ez is egy jó jel, még az első versenyen milyen tragikusan játszottam, Zakopalo ellen már sokkal jobban, itt is már jobban játszottam, már megint újra tudok úgy küzdeni, nem adom meg magam olyan könnyen, úgyhogy a párosban is persze megpróbáljuk a legjobbat játszani, szerintem jó csapatot tudunk Lórával alkotni. Csak pár